Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és folytatjuk a korábbi beszélgetést Dávid Bélával itt Limából. Itt ülünk Limának két külön kerületébe, egymástól nem olyan messze, talán 10-12 kilométernyire, de mégis hatalmas távolságra. Ami összeköt minket így Limában az, hogy közel vagyunk az óceánhoz. És ha már az óceán, az előző részben említetted, hogy a szeviche és a nők, amik itt tartottak, illetve itt tartanak jó, a nincs itt a többes feleségem. Nincs a itt a többes feleségem. szám. Jó. A nő és a szeviche, kezdjük akkor így, ami itt tart, már a 43 éve, amiben voltak elég nehéz időszakok is, ahogy beszéltél az előző részben a terrorizmusról, de a konyhával kapcsolatban egy fontos kérdés, ugye hát nálunk, nekünk már nem mossa három tenger Magyarország partjait, úgyhogy viszonylag kevés tengeri halat eszünk. Te Svájcból jöttél, Svájcnak sem mosta soha három tenger a partjait. Hogy állsz ezekhez a tengeri halakhoz és a tengeri herkentyűkhöz? Én nagyon szeretem, én mondom, hál' Istennek mindent megeszed, de tényleg a halakat, meg a tengeri dolgokat nagyon-nagyon szeretem. Például nagyon finom, amit én szeretek, nem mindenki szereti, az a tengeri csillag, az, vagy sündisznó, vagy mi a fene, azon tüskés valami fekete. Az a tengeri sün. Tengeri sün. Te abból a szevicsét, hú, öregem, nem mindenki, nagyon foszforos íze van. Aha. De az is jó valamire, úgyhogy ajánlom, ja? Ja. Jó, igen, jó. Igen. Én azt nagyon szeretem, de tényleg a halat mindenféle fajtájában szeretem. Ezt hol, én még nem kóstoltam a sütve. Tengeri sünből a szevicsét, ezt hol lehet megkóstolni? Te kérdezd meg, általában nagyon kevesen szeretik, úgyhogy sokszor nincs is fölírva, hanem meg kell kérdezned, hogy van-e. Aha, tehát egy jobb szevicsériába megkérdezem, hogy van-e nektek tengeri sünötök, majd magyarul, mivel nem beszélnek, én meg nem tudom spanyolul, hogy van ez a tengeri sün. Ha elárulod, akkor meg tudom kérdezni. Azt hiszem, hogy Estrella del Mar, tengeri csillag, az vagy tengeri ilyesmi. Csillag, de az egy másik állat, mint a na, tengeri. Na, még mutogasd, hogy ekkor is, oké. Tüskés, jó. Mint Svájcban, amikor nem tudtunk németül, úgy vásároltunk be a disznobordát, hogy röf, röf, és mutattuk, hogy az oldalunkon is röf, röf, és meg is értettek minket a hentesek. Na minden. Oldalast készítettetek? Igen, a völgyipari barátommal Vintetúr, úgy kértük a húst, arra mi jól emlékszik. Aha. És Peru ugye a halászati iparáról is ismert, és tudom, hogy neked volt a halászati iparhoz is némi igen, közöd a csapádgyártáson kívül. Egy csoporttal, szóval partnereim voltak, vettünk 5 halászhajót, 180, meg 350 tonnások voltak. De nekem ez szerencsétlen üzlet volt. Veszteni, hál' Istennek nem vesztettem, de szóval borzasztó volt. Végére még az a 5-ből 3 első ilyet, de előtte olyan esetek voltak például, hogy fölhívnak, én jól alszok egy novemberi napon, fölhív egy kapitány, hogy összeütköz a talara 8, a 350 tonnás, hogy főnök, összeütköztem egy hajóval, csendes óceánon, a világ legnagyobb óceánja. Tudod, kivel ütközött össze, az mi másik hajónkkal. Hála Istennek egy is volt megrakva, úgyhogy egy is süllyedt el. De hát szóval, olyan pech, hogy köd volt, de annak ellenére. Aha, ha összeütközött valaki mással, de saját hajónkkal. Ez valami tipikus. Aztán volt egy olyan esetünk is, sajnosan, ott volt egy halálos baleset is, egy drótcsövény elszakadt, és ami rajta volt a végén, az nem tudom, hogy milyen csiga, azt hiszem, hogy föl csiga, kell húzni, aha. Az hátba vágt egyik halászunkat, és sajnos az meghalt.
Erre a tagok azt mondták, hogy főnök maga ismeri a püspök, azt mondom, a Csimbotte püspökét. Ez a hajó megvan boszorkányozva? Így, átkozva. Átkozva. El van átkozva. El van átkozva, hogy beszéljen a Don Lucsóval, a püspökkel, hogy locsolja ez már a víz, szentelt vízzel. Ja? Az öreget szeretünk viszkizni, úgyhogy megbeszéltem vele. Nem jött el, hanem elküldött egy fiatal papot. Egy szombati napon ott egy kis rövid mise elszortott a, mit tudom én, miért ezt a szentelt vizet. Vagy... üzletben benne. Vagy 3 évig, aztán utána, amikor eladtam a részvényeimet az egyik szintén a partnernak, az még azt kifizette, az még 6 évig ment. Úgyhogy összesen 9 aha. évig, de hát 3 évig hajóztam, nem hajóztam. Perúnak egyébként fontos? Tehát a perui gazdaságban a halászat az egyik legfontosabb. De nagyon legfontosabb. Csimbotte, lehet mondani, talán a világon a kikötő, ahol legtöbb tonnát vesznek ki, vagy visznek partra, mikor aha. én jöttem, ott volt valami 30 hallisgyár. A szomorú 30 az, hallisgyár? A szomorú az, hogy ilyen Szardiniákból aha. ők hallisztet csinálnak, és az ancsovettát, amiből lehetne, de hogy fognak a Szardiniát, sajnos itt abból is hallisztet csinálnak. Tehát a gyönyörű halakból, amit egyébként meg lehetne enni. Meg lehetne csinálni, de közben már nagyon sok konzervgyár van, mert aztán a kormány nem következtet, hogy most megerőltetett tőlük, követelte tőlük, hogy csináljanak konzervgyárakat is. Úgyhogy ezen a téren az a javulás van, meg a természetvédelmen is, de ott mindent a tengerbe ment vissza, olyan füst volt, olyan bűz volt, hogy borzasztó rengeteg hal is, meg a hal olajtól, tudod, a... ezen a téren megjavult. Szóval Csimbotte egy borzasztó város volt. Voltál már ott? Nem jártam még ott. Ja. Na ja, volt egy kis aranybányám is éjszakon. Nem. Ott azzal is baj volt, mert a hegyi parasztok, a falucsak, ahogy látták, hogy kimostunk. Milyen arany, tehát ez a mosós típusú aranybánya volt? Tehát nem az a hegybe vájt ilyen... De hegyen, 2800 méter magasba, aha. csak nem volt a gépeink, nem volt kompresszor, ilyen mit tudom én, hogy kikalapáltuk. Aha. És jött. Szedtünk is is aranyat, de aztán elfoglalták a falusok, hogy látták, és szintén két partnerem volt. Hát kinek kellett megint fölmenni a bolond, kispesti bolondnak, úgyhogy verekedtem ott 2800 méter magasan a falusiakkal. Volt egy ilyen kis pisztolyom, amit úgy megforgattam, mint Joy Ventől láttam, aztán leesett a fűbe, mondom, várjál már! Nem mondod, hogy komolyan előadtad a gringót? Az echte ungár és a gringó voltál 2800 méteren az Andokban? Feljutották a füvet, hogy ne tudjak oda menni. Szóval sok baj van, de mindenben, szóval így lesz mit mesélnem az unokámnak, arra gondoltam, tudod? Ezért bevállaltad ezt a küldetést az arany. És mi lett a vége a harcnak? Hogy egy óra múlva már főtt kukoricát adtak, és elmentek, azért elmentek. Az este még délután elmentek, visszamentek a faluba, fölvett a szamarakra, meg az összvérekre föltették a cuccaikat, és elmentek. Majd mutatok egy pár fényképet, ha jössz hozzám. De aztán én visszarepültem Limába, nem is repültem először is. 21 órát kellett utaznom, még odaértem öregem. 21 órát. Folyókon átmenni, terroristák idejébe. Ez akkor volt a 80-as években, amikor a terrorizmus... Igen, 84-85-ben, igen. Aha, az igazán kemény időszak volt, a 84-85, nem? Az volt az egyik legjobb. Igen. Szóval veszélyes is volt utat, minden veszélyes volt. Azért volt, nekem fegyvereim volt, az a voltak, Beretta volt, kispisztoly, nagypisztoly. De azért azt mondanád, hogy ez még nem a polgárháború, amikor az átlagember fegyverrel mászkál.
Nem lehetett mondani, mert valahogy volt az a terrororganizmus, terror valami, akik el voltak szervezet. búgatva, hogy rajta ütöttek az embereken, vagy robbantottak egy autót, vagy egy tévécsatornát. De viszont a De a mellék hatása hétköznapok az volt. működtek. Tehát a hétköznap, tehát tudtál utazni, tudtál vásárolni a De piacon. vigyázz, a konkurencemet például a Golyócsapány részen megölték terroristák, a főnököt, a tulajt és a eladó főnökét is. Rengeteg, volt egy nagyon kedves nő, tudom, tudós, Dacsille vagy hogy a fenébe hívták. Állatokat keresett, mert azt is kérdezik, megölték azt is. Miért? Érdemes lenne elolvasni neked ezt a részt, nehéz év, nagyon én kíváncsi nehéz. vagyok, tehát persze, engem érdekel, és szeretnék tudni többet róla, úgyhogy mindenképpen majd gondolom, hogy erről is szeretnék egy külön beszélgetést erről az időszakról. Viszont tehát az aranybánya és a halászati ipar után kíváncsi lennék, hogy te Svájcból idejöttél. Hogy találkoztál az itteni magyarokkal? Hogy alakult a kapcsolatod? Voltak-e itt egyáltalán 78-ban magyarok Limában? Egy haiti nevű kávéházba ültem egy szombat délután, és ott hallottam két magyart Az beszélni. megvan még mindig a haiti. Megvan Ez még, ugyanaz a haiti, ami ott van a Kennedy Park mellett? Igen. Ott volt az öreg Borsos, meg a Vinice. Vinicainak, akinek összehoztak a fiával. Igen. Annak az apja volt, meg egy Borsos, egy tanár a svájci iskolában, Pestalozziban volt tanár. Ő rajtuk keresztül kezdtem megismerni más embereket, többeket. A követség engem, mint menekültet nem hivatott annak idején meg. Te disszidensnek számítottál, de ugye? Mert utána az 56 miatt. Számítottam. Üzleti kapcsolatot csak akartak velem, kértem a Golyócsapány képviseletet, az MGM, az se, de később aztán minden ment. Utána később mehettem a követségre is, de aztán szittem a kommunistákat, aztán megint nem hívtak meg. A kislányok, a követ, nem is a követ, Konzolnak a kislányi Szilva Pálinkát hoztak mindig, és hát én azt megittem, úgyhogy utána szittem a kicsit a kommunistákat, és többet meg se hívtak. Na mindegy. Aztán De úgy kezdtem megismerni azt tudod, hogy nem azért nem hívtak, mert szittad a kommunistákat, hanem azért, mert megittad a szilva pálinkájukat. Tehát igen, lehet, hogy te azt hiszed, hogy azért, mert a kommunisták, de nem az volt. Sokkal nagyobb baj volt, hogy megittad a pálinkát a követségen. Na, végén, ott kicsit baj volt, mert voltak perujak is, pont a katonakormány idejében voltak, kommunisták voltak. És azokba kötöttem bele. Na mindegy, na, ez más, ez tényleg más. De aztán kezdtem megismerni magyarokat, sajnos kihaltunk, lehet már mondani, akiket ismertem, a horvát Árpi viszont Magyarországra, a Hajósi szintén, a Baják Gyuszi az itt van, a Baják Béla bátyja szintén meghalt, ő neki volt annak idején a legnagyobb halászhajója, Lima, Peruba. Érdekes esetem volt az öreg Darányival, egy festőgyára volt, és tipikus öreg tagöregem. Elmentem eladni neki golyós csapágyat, és ő akart eladni nekem a rozsdás csapágyat, amit a raktáron 10 évig már ott voltak. Hát szóval. Érdekes ember. A magyarok itt is magyarok voltak akkor ezek szerint. Igen. Aztán itt van a Lukácsék, akiknek valami drótokat csináltak, meg mit tudom én mi. Egyik fiúk még most is itt van, de hát papák szintén meghaltak. Jó, aztán volt egy magyar öregem. A perujak alacsonyak, nem? Igen, igen, igen. Alacsonyak. De valamennyivel igen. Alacsonyabbak. Ő azt találta ki, hogy növeszti őket. És abból élt. Szegényeket odarendelte este, megmérte őket, mit tudom én, 1,62, adott nekik, eladott nekik, nem adott, eladott nekik, mit tudom én, mi mindent, amiket ő összekocsvált, és 2 hét múlva hajnalban 7 óra felé visszarendelt őket, és hát persze a hátgerincünk
föltöltődik éjjel. És nöltek a szegény csolítók öregem. És ebből élt, vagy két évig aztán ki nem sült a dolog, hogy minden, hogy nőtek egy pár alkalommal, de utána a többet nem nőltek. Ez is nagyon sajnos, ő is meghalt. Aha. Nem vett a magyarokra jó fényt. Mint a Molnár Ferenc mondta, az a magyar olyan, hogy az a tolóajtón utolsó, aki bemegy, és az első, aki kijön, ilyesmi. Igen, ez volt, hogy a forgóajtón mögötted forgóajtón megy be, de előtted jön ki. Ilyesmi. Igen. Viszont én azt akartam kérdezni, hogy gondolom, ha volt itt egy ilyen közösség valamilyen magyaros ételekre, volt igény? Ettetek? De nem. Nem nagyon. Volt a svájciaknak volt a Rancho nevű vendéglőjük, ahol egy Nagy Sanyi volt a adminisztrátor, nem tudom, aki vezette, tudod? Uh-huh. Ott szoktunk általában szombaton, vasárnap a Rancsóba összejönni, magyarok. Annak idején voltak a Medimpex, meg mit tudom én, milyen Impex, meg Empex, meg mit tudom én, voltak az otthoni az állami vállalatok kora volt. Állami. Voltak mérnökök, meg szerelők, meg mit tudom én mi. Egyik-másik leugrott közöttük a nők miatt, meg a szevicse miatt. A leugrott, azt értsük úgy, ugye. Szóval itt maradtak. Itt maradtak, menedékjogot kértek. Egy jó páran, de a legnagyobb visszament. Úgyhogy annak idén aránynak sokan voltak magyarok, sokan voltunk magyarok, meg itt ez mennyi, is. Ez a sok, ez mennyit jelent ilyen? De egyszer a Tóth János, nem élnök, hogy mondjam, követünk, uh-huh. azt mondta, aki úgy tudja, meg úgy számította, akiben egy csöpp magyar vér van, egész Perúban, az kb. 300 ember lehetett annak idején, vagy 20 évvel ezelőtt. Aha. De voltak, akik az őserdőkbe éltek, és a papa magyar, a Viszki például, ő volt a leghíresebb méztermelő, méz, szóval méhes volt. Aha, igen. De az is persze meghalt, 7 lánya volt neki, még az még jó volt. Miért volt jó, hogy 7 lány? Ez kinek volt jó? Nem neki. Jó. Aztán voltak Takács nevűek, akik az őserdőben voltak. Szintén emiatt is nehezelek a perújakra, mert például 56-ban Peru egy magyar se fogadott be. Aha. Aki 56-os magyarok voltunk, az a hajós és Svédországba jött, a horvát árpi Belgiumból, az Egri Gyuri, azt hiszem Amerikából, én meg Svájcból, meg volt egy másik svájci, a Róna valaki, János, uh-huh. szintén Svájcból. A háború után a menekültáborok Olaszországban tele voltak menekültekkel, magyarokkal, csehekkel, lengyelekkel, meg stb. Azt jelenti, hogy beengedték a perújat, nem. Aha. Amerika nyomásán 48-ból indult az első hajó. Azzal jött a Kósa, a Baják, meg ez, aki növesztett az idevalósiakat. Azzal jött. Szóval, hogy a szolidaritás, vagy valami, ők nem akarják az osztály, ez a kreol, félfehér osztály, nem akarja, hogy hogy mondják már azt, hogy lehetne kifejezni magamat, hogy úgy feloldják az ő szociál tartozásukat. Mi itt 40 év alatt én többet értem el, lopás, hazudás, ölés nélkül, mint általában ők, tudod? Aha. Tehát a kreolok jelentik ugye a gyakorlatilag a spanyol hódítás óta a fehér elitet. Igen. Ők voltak az elnökök, ők most is, akik az országot vezetik. Hogy most ki fog nyerni, most lesz az első nem kreol elnök, mert ugye vagy egy japán származású lesz, ne vagy ne jezgessé, mert akkor megyek vissza kis. Na jó. Kanyarodjunk vissza az ételekhez egy kicsikét. Tehát mondtad, hogy az itteni magyarok a 80-as években a svájci étterembe jártak étterembe. Nem étterem, hanem ez, hogy mondják, egy olyan játékközpont volt, meg minden, és csirke.
A Sanyi mindig azt mondta, hogy mi tanítottuk meg a perőket a csirkét enni, mert általában előtte halat ették, tudod? Rancsó, sült csirke volt. Meg, hát, meg persze pia, sörból, mindenféle pia. A Pisco Sour-ról nem beszélünk, mert a Inga azt már elmesélte, az egy jó ital. Ismered? Sajnos ismerem, mert az költői volt, volt a kérdés. Svájcba jöttem, nagyon pontos voltam. Ha engem 8 óra meghívták este vendégségbe, akkor én 8 órakor már ott voltam, és minden perui meghívásnál Pisco Sour-t adnak. És nagyon finom, édes és jó, tudod? Csak az volt a baj, hogy aztán 9-10, 11 és még nem jöttek a többi vendégek. Én már egyszer sajnos meg kell mondanom, szégyen, egyszer már hánytam, mire megjött az első vendőr. Annyira már be voltam a ruha Pisco Sour-tól. De nagyon jó ital különben. De tényleg tudni kell azt, amit én annak idején nem tudtam, tudod? Hogy szóval óvatosan kell vele bánni. Ja, ez le van írva minden úti könyvbe. Tehát ez, azt, hogy a Pisco Sour veszélyes ital, ezt azért ez úgy most már az általános tudás részét képezi, anélkül is. Én nem tudok olvasni, de tudok inni, úgyhogy ez az inni és olvasni pedig ez két alap dolog, ugye? Ezt már az általános iskolában megtanítják az embert inni és olvasni. Visszatérve egy kicsit az italokhoz, nem hiányoztak, tehát az itteni magyaroknak nem hiányzott az unikum, a pálinka, a málna szörp, valamilyen klasszikus, vagy mi az, amik meg vannak itt, és ilyen helyettesítő termék lehet? Először is, mikor jöttem, minden meg volt tiltva, mint mondtam, ilyen, mint most a tejet veszed, ilyen papír, papon, nem tudom, karton valamiben, úgy a hozták karton. Csilléből a bort, undarága, szóval csillei borokat ittunk, a perui borok nem voltak. Voltak, de nagyon rosszak is voltak annak idején. Meg aztán itt a pálinka, miért, pálinka helyett a piszkót vagy ittad, mint Pisco Sour, vagy a Maracuja Sour, vagy a Algarobina, vagy Puro. Tudod, úgyhogy pálinka helyett a piszkót úgy ittuk Puro. Tisztán. Az meg volt, de különben tényleg minden áru csak csempészre volt. De szóval inni, itt ittam életemben először viszkit. Én Svájcban sose ittem viszkit még Magyarországon. Hát Magyarországon gyerek voltam. És Svájcban hogy kimaradt? Svájcban hát Svájcban sört ittunk, bort ittunk, mindenféle akármit, de meg az ottani italokat, de viszkit valahogy nem. Azt itt ittam először. Na, minden. És visszatérve, hogyha a feleséged, gondolom, főz néha. Van valami ilyen kedvenc ételed? Ami... Olyan tényleg, ma bableves főzött. A spanyol kolbásztal, mint mondtam, a füstölt kolbásztal. Igen. Tényleg, ő tud, aránylag, igen. Ő tud olaszul, tud. Ő olasz-orosz, mint mondtam, spanyol keverék. Úgyhogy nagyon jó főz. Tehát egy fúziós konyha akkor, ugye? Tehát egy ilyen vegyes konyha, fúziós. Igen, igen. Igen, és szereti a magyar konyha, főleg a csülökpörköltet. Ahogy a mamám főzte a csülökpörköltet, az egész oda volt. Mindig azt kérte, ott van a csülökpörköltet. Amit különben, ami mondjuk a lehet, hogy ételemnek amit legjobban szeretek, az a pacsa manka. Pacsa manka? Aha. Azt hiszem a Kinga mesélte. Az, amit egy nagy köveket megizzatnak, megmelegítenek, de nagy köveket. Nagy kavics, ekkora. Gödörbe ássák, és arra teszik rá a marhahúst, a disznóhúst, a tengeri malacot, mindenféle füvet, meg kukoricát, leveleket, nagyon-nagyon-nagyon finom, és pont a itteni vendéglőmbe úgy átkeresztelték Pacsa Nankára, mint ennek a szakásnak a neve. A Pacsa az különben föld. Aha.
Quechuán. A manka érdekes módon meg a aymari, tehát a dél-perui indióknak a nyelvén étel valami. Tehát azt lehet mondani, hogy a föld étele, de nagyon szóval finom. Én azt tényleg nagyon szeretem különböző szószokkal, ahogy akarod, ahi meg minden, szóval erős, meg kevésbé erős. Szósz, ugye? Szósz, igen. Azzal készítik, azzal adják. Na, szerintem nagyon finom. Komolyan. A pacsamanka az tényleg szerint, de az is olyan, mint nálunk a töltött káposzta, hogy ahány hely annyi féleképpen készítik. De különben a szevicsével is úgy van. Persze, nagyon, de a szevicsének azért megvan az az alap, hogy ez az öt dolog benne van. Tehát a hal, a citrom, a só, a hagyma, és aztán a kukorica hozzá, igen. Vagy pedig az édesburgonya. Édesburgonya. Hogy ez meg, ezek az, és aztán utána ezt variálhatod, hogy milyen arányok, meg, hogy de ennek meg kell lennie. Rokotót, az persze, mennyit teszel hozzá. De tehát visszatérve a pacsamankára, én még nem kóstoltam, de sokat olvastam, hogy alpakával vagy lámával is készítik. Azt te kóstoltad már? Te azt én még nem is ettem, nem is tudtam róla, de megesik, gondolom megesik. Tengeri malacot igen, azt tesznek bele. Aha. Különben a lámahús nem rossz. A tengeri malac sem nagyon, az se rossz, csak az a baj, tudod, nekem, mint a melléküzletem Svájcban volt egy állatkereskedésem, és ott adtam el a tengeri malacokat a gyerekeknek, és itt még meg kell őket ennem, szóval... Elég sok mindenben foglalkoztam. Aha. De különben azért... finom a íze, finom. Nekem zsíros. Hogyne, hát a feleségem még ezek a... Nekem zsíros egy kicsit. Tehát én azt szeretem, amelyiknek a bőre ropogós. Olyan. Tehát nem a kemencében sült változatot, mert a kemencében sült változatnak inkább ilyen nyúlósabb egy kicsit a bőre. Uh-huh. Hanem amit olajba tesznek, és olajba sütnek ki. És erősen kisütik. Uh-huh. Aha, az, amit én kedvelek igazából. Ez különben, szóval érdekes, minden európai, akit ismerek, eladóim, akik jönnek, szóval nem a szállítóim, aha, a tengeri malacot keresik, és fényképezik, és a szájukhoz teszik, és én fényképezem őket, és viszik haza büszkén, hogy eszik a tengeri malacot. És hol lehet ezt a finom pacsamankát megkóstolni? Hol csinál? Tehát a Nankában? Mondom, a Nanka nevű vendéglőben, La Molinában, de most házra rendelett, pont múlt vasárnap, anyák napjára azt tettük. Aha. Rendelet ez a házban, Nanka. Ott van San Isidro közelben hozzád, mint La Molina. Persze. A megrendeleted. És nagyon sok, szóval, hogy is van, azt hiszem, két személyre adják, de öten tudsz belőle lenni. De perújaknál ez egy ilyen furcsa szokás, hogy az étteremben is akkora adagot adnak, hogy... Az nem egy embernek való. Igen. És ezek a pici kis 162 centis perújak, akiket a barátod növesztett 165 centis reggelente, igen. Ők legalább annyit esznek, mint a két méteres, ez a 190 centis nagy darab gringók. Tehát, különben ennek a tagnak a lányával találkoztam a Ferihegyi repülőtéren, képzeld el. Hallották, hogy spanyolul beszéltünk, és oda jöttek, és bemutatkozott, mondta, hogy ő ki? Hát a papád, és akkor mondtam neki, hogy tudom, hogy ezt csinálta a papád. Összenevettem magunkat. Nagyon. Én szerintem ez egy kiváló végszó, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és a történeteket. Én tudom, hogy mi még folytatni fogjuk, és az se kizárt, hogy lesz majd egy újabb műsor, de ez mindenképpen egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos beszélgetés volt. Köszönöm szépen még egyszer, és további kellemes estét neked. Szervusz. Szervusz. Szervusz.